Támogatónk a MyActionCam, a drift kamerák hivatalos forgalmazója. Média partnerünk a motorinfo.hu. Néhány évvel ezelőtt a Kawasaki bedobott egy 1400 köbcentis jet skit, és én ezt leteszteltem, ráadásul azt hiszem, hogy decemberben, úgyhogy csak az volt a szerencsék, hogy nem volt befagyva a tó. Picit pánikoltam, mondom, hogy elázok ebbe, vagy mondjuk elesek, abból nagy baj lehet, de egész jó volt, ugyanis olyan védelme van ennek a járműnek, hogy még csak vízcseppet se kaptam, ezt akkor nem gondoltam. Egy ZZR 1004-es, vagy a ZX12 blokkja volt talán fölfúrva, 1004-es, nem is tudom, hogy milyen blokk volt benne abba a régi jetskibe. Még a klasszikus ZX12-es blokkot kapta meg, ezt fúrták föl, nem is 1400-ra, hanem 1490-re, és kapott egy feltöltőt, egy supercharger, és így tudja elérni ezt a bődületes teljesítményt. Csináltuk akkor egy olyan tesztet, hogy egy quad kiállt a tó szélére, és kérem szépen a jetski szanaszét verte, a quadot pedig az négy kerékkel kapaszkodott, és ugye mégis csak egy úton ment, ugye a jetski az rettentesen ment, viszont itt az új modell, erről mit kell tudni? Gyakorlatilag mind évről évre a teljesítmény növelés a cél, gyakorlatilag most a 300 lóerőnél tartunk, ez ugye vízen egy bődületes teljesítmény, körülbelül egy 120 km/h tesz lehetővé, egy hihetetlen nagy elindulással, amitől azt hiszem, hogy a konkurencia már a első métereknél fel fogja adni. Sokan irigyen tekintenek rám, amikor egy ilyen szép motoron ülhetek, viszont egy jó hírem, hogy május 22-én, illetve 23-án Csehországban a brünói versenypályán kipróbálható a BMW S1000R-rel, és emellett a HP4-es modell is, csak regisztrálnotok kell a BMW Motorrad oldalán. Melyik azok a modellek, amire tényleg úgy gondoljátok, hogy nagy siker lesz ebben az évben? Én nagyon bízom benne, hogy jobbak leszünk, mint a tavalyi évben, és tudunk növekedni az eladásban. Megmondom őszintén, hogy tavaly nagyon sikeres volt az NC széria, az NC 700 széria, mind a három modell. Most erre, ennek a tetejére pupnak rájött az 500-as motorcsalád, ahol három motor van részben átfedésben a CB-kkel, részben pedig más is van, hiszen van mögöttünk egy CBR 500R, ami ilyen szempontból, viszont árban hasonlóak, ezek a motorok nagyon jó minőségben vannak összerakva, kéthengeres, ugyanúgy kéthengeres, de ezek 500-as motorkerékpárok, és hát bízunk benne, mivel az ára is nagyon kedvező, jó a fogyasztása, nagyon bízunk benne, hogy ez lesz az idejének a szenzáció és sikere. Természetesen emellett még rengeteg más újdonságunk is van, hiszen eddig az idei évben bemutattunk 8 másik motort, vagy 8, összesen 8 új motort, és ezzel még nincs vége a sornak. Megmondom őszintén, hogy áprilisban már szeretnénk egy új modellel is kijönni, még egy új modellel is, ami eddig még titok. Szereted a naked bike-okat, Gergő? Szeretem, igen. Városba? Talán az egyik legjobb választás lehet, nem? Városba is jó, szerpentinekre is, illetve hát talán még versenybárra is fel tudsz velük menni. Ugye, mert én szerintem az a jó naked bike, aminek az alapja sportmotor. Ugye ez a naked bike még pont olyan, ami igazából egy sportmotor, csak le van kopasztva. Ilyen például a Triumphnak ugye ez a 675-ös blokkal látott motorja, hiszen a vázrendszer ugyanaz, mint a sportmotori. Hát az alapok azok nagyjából ugyanazok, mint a Daytonánál, és osztom a véleményedet, én jobban szeretek egy sportmotort lecsupaszítani, és úgy átalakítani naked bike-á, mint egy túramotort. Ezért van az, hogy ez a naked bike általában megnyeri a teszteket, mert tulajdonképpen ez nem naked bike, hanem egy lekopasztott sportmotor, ezért szétüti azokat a naked bike-okat, amit annak építettek, tehát innentől fogva egy kis pici csalás van a Triumphnál, és az a háromhengeres 675-ös blokk eleve erősebb, mint az összes többi naked bike 100 lóereje, ugye az jóval fölötte teljesít. Na most nem is az a lényeg, hanem az, hogy szereted-e a Triumphot? Mert én lerángatni szeretem. Így van, igen. Ez jó volt. Két irányba közelíthetjük meg ezt a kérdést, sejtem, amire gondolsz. A Naked Bike-ot is szeretem, meg a Triumphokat is, úgyhogy ezt a modellt konkrétan még nem sikerült kipróbálnom, se a Speed Triple-t, se ezt a Street Triple-t. Remélem, hogy idén lesz rá lehetőség, mindenesetre nagyon kíváncsi vagyok. Elmondom neked, hogy én se ültem még se a nagyon, se a kicsin, viszont azt tudom, hogy ez a Triumph Magyarország tesztmotorja, tehát ebben az évben mindenféleképpen egy próbát meg fog érni ez a gép, hogy kipróbáljuk. Ránézése gyönyörű, tehát hogyha megnézzük ezt a motort közelebbről, ez a matszürke fényezés, egy kis pirossal megvadítva, ugyanis ezen a motoron új a segédváz, és azt mindjárt ki is emelték pirossal. Ennek a blokkja nem az új 675-ös sportgépnek a blokkja, hanem még az előző modelli, de ez azt hiszem, hogy egy ilyen naked bike-nál nem lesz probléma.
Na de a Triumphnak van még egy új modellje, az pedig a 675-ösnek az új sportgépe, ráadásul itt a magyar kiáltáson az R-változat szerepel, úgyhogy nézzük meg azt. Ez már azért a mi műfajunk, ennek is megvan a piros hátulja. Figyelj, azt mondom, gyönyörű. Tehát a japánokhoz képest is ez, hát szebb, nem? Halálosan elfogadható, sőt, szerintem azt mondom, hogy kifejezetten szép lett. Azt mondom, a kiállítás legszebb motorja, hogyha a Ducatinak a Panigale-ét nem veszük ide, nem? Igen, ha megnézzük a műszaki apróságokat, a csemegéket, akkor azokkal is bőségesen el van látva. Alapvetően nekem nagyon tetszik a Triumphba, ugye a három hengernek köszönhetően, hogy maga az építése jóval vékonyabb, mint egy keskenyebb, olyan, mint egy két hengeresen ülni. Keskenyebb, mint egy négy hengeresé, és itt úgy látom, hogy a futómű is rendben van, szerintem a kipogó is nagyon szép lett, az egész motor igazából rendben van. Tehát az új 675 egyébként a régi se, de az új, hát ez tényleg szemed gyönyörkedtető. Ugye megnézzük, hogy az R-en azért ez a Brembo fékrendszer, hát nem egyszerű, mintha a Jeepin lennénk, az első komplet önis futómű is, hát magáért beszél, ugye a legkomolyabb márka, ugye a versenytechnika elől hátul benne. Én azt hiszem, hogy egy elég gyors gép lesz a pályán. Korábbi modelleknél ott szerintem még volt elmaradás a japánokkal szemben. Én még régebben teszteltem egy ilyen komplet 600-as tesztnél, ahol még az első generációs Triumphok voltak. Akkor azért egy picit le volt maradva, most már ezt a lemaradást ez bőven behozta, tehát most azt gondolom, hogy a 600 közt akár az egyik legjobbnak is nevezhet. Ez egy teszt, össze kéne hozni, nem egy jó 600-as tesztet, aztán amelyik a leggyorsabb, akkor az nyert legalábbis pályán, nem? Hát reméljük, hogy a kis street tribute-t visszavisszük, akkor el tudjuk hozni ezt cserébe. Mi a sikermodell a Ducatinál, tehát amit mondjuk sokan lesznek? Hát a sikermodell az most már 20 éve a Monster. Mit kell tudni a Monsterről? Ez már tényleg nem most jött a piacra, ugye télhálós váz, V2-es, léghűtés, tehát minden, ami a Ducatinak az alapja, az a Monsterben megtalálható. Ez egy olyan, mit mondjak, egy naked bike utcára mindenre, nem? Így van, hát ez 93-ban valaki kitalálta, hogy vetköztessünk le egy motor. Ez lett a Monster, és az volt a töretlen a siker. Lehet azt mondani, hogy a Ducati az atya ennek a stílusnak, ennek a naked bike stílusnak? Úgy tudom, hogy igen. Ráadásul a Monster maga. Ugye itt, ami mögötted látható modell, ez címzetesen a 20. évfordulóra készült. Miben más egyébként ez a Monster, mint egy átlag Monster? Ez egy 696-os Monster ABS-szel szerelve, amiben ez a jubileumi darab ugye változik, az a aranyszínű váz, az ezüstszínű lengőkart, a kerek tükör, tehát próbálnak hajazni. A régi időkre. Így van, ahogy annak idején 20 éve kijött a Monster. Csak ugye ezzel a Monsteren gyönyörű Brembo fékek, van, gyönyörű térhálós váz. Hány lóerő most ez a 600-as, 690-esből? Ez a 696-os, ez 80 lóerő kerékkel. Ami egy naked bike-nak V2-ben azt hiszem, hogy bőven elegendő. Tehát ezt lehet mondani a piacvezetőnek a Ducatinál? Darab számban? Így van. A Monster az örök, és a mindig a legjobb eladás lesz. A Go Bike magazin mai adását láthattátok, legközelebb egy hónap múlva találkozunk itt a Digisporton, addig tudtok követni minket a Facebookon, illetve a korábbi műsorainkat megnézhetitek a YouTube-on. Sziasztok! Támogatónk a MyAction Cam, a Drift kamerák hivatalos forgalmazója. Média partnerünk a motorinfo.hu.